Kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Sebestyén István vagyok, a Magyar Villanyautóklub Egyesület főtitkára, és egy mondva csinált speaker is ebben a szituációban, bár jó néhány egyéb komplexusban volt szerencsém elvállalni néhányszor ilyen feladatot. Minden esetre ilyen feladatom egyébként, ami a mai napon osztályrészemről jutott, ilyen még nem, hiszen én azt gondolom, hogy ekkora nagy tömegben egyszerre egy helyszínen villanyautót látni, és akkor mindjárt egy kicsit visszautalok a másik szerepemre, hogy ez gyakorlatilag egy magyar rekord, és ezzel a magyar rekorddal bocsájtanám én útra a mai rendezvényünket, hiszen a helyszín, ahol vagyunk, ez a Tampája Kft.-nek a területe a Hungaroringen belül, ahol gépjárművezetéssel, vezetők képzéssel, vezetők oktatásával foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy a villanyautózás elterjedéséhez, mint ahogy ugye itt az Egyesületünknek imád a régi partnere, a Tampája Kft. Is, hozzá kell, hogy tartozzon az autóval kapcsolatos új szemléletmód és egy újfajta vezetéstechnika elsajátítása is, tehát hiszen nem is lehetne jobb helyszín arra, hogy erről néhány szót beszéljünk, és nem is lehet jobb helyszín arra, hogy egy új villanyautók számára létesített egyenáramú villámtöltő oszlopot áthathassunk, hiszen itt a Tampáján a jövőben nagyon reméljük legalábbis, hogy sok villanyautós fog megjelenni, szerez majd vezetéstechnikai továbbképzést is, és nagyon-nagyon jelentős az, hogy a pesti oldalon egy nagyon meghatározó helyszínen kerül most átadásra ez a SADEMO típusú egyenáramú villámtöltést biztosító töltőoszlop. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a vendégek és a sajtó részéről, hogy megjelentek és velünk együtt ünnepelnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly pillanat a hazai elektromos autózás és a villanyautó tulajdonosok életében, hogy ennek egyébként az ország életében és a mindennapokban milyen hatása van és milyen jelentősége van, nálam sokkal autentikusabb személynek a beszámolóját szeretném felkérni, úgyhogy Blattfelder államtitkár urat kérem meg, hogy egy pár szóban említse meg, hogy ezen kívül miért is olyan jelentős Magyarország életében ez a mostani pillanat. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenek előtt köszöntöm azokat, akik elektromos autóval érkeztek. Én sajnos nem azzal jöttem, és ezért elnézést kérek minden elektromos autós kollégától. A mögöttünk levő töltőoszlop az egy SADEMO vagy SADEMO oszlop. Egyébként ennek a vállalkozásnak az egyik európai igazgatójától hallottam, hogy az japánul egyébként az a teáscsészítjár a SADEMO. De gondolom, hogy ez inkább valami francia rögtönkésből származik. És ez egy olyan töltőoszlop, amelyik elektromos autók töltésére szolgál. Ennek az oszlopnak a legnagyobb terjesztője és a protektor Nissan az jellemzően SADEMO-val tölthető. Múlt héten voltam itt, hogy a Hamburg-Tartan, hogy Peter barátom kedvigányos olasztó elnökének a kíséretében az angol külügyminisztériumban és a budapesti nagykövetségüknek a meghívására. És ott találkoztunk a Nissan képviselőivel is, és egy nagyon fontos adat hangzott el, hogy Angliában a 2014-ben az eladott új gépkocsiknak az 1%-a az már elektromos gépjármű, viszont 2020-ra úgy becsülik, hogy az összes eladott új gépkocsinak 10%-a az elektromos vagy elektromosan is tölthető gépjármű lesz, és millió gépjárművet adnak el, ez már évente több mint 200 000 elektromos gépjármű. Azt tervezik, hogy 2020-ra el fogja érni Németországon az elektromos, vagy elektromosan is tölthető gépjárművet. Látod, hogy ez a technológia, ez éppen napjainkban van egy nagyon fontos áttörés előtt. Egy olyan áttörés előtt, amikor hétköznapivá válik már az elektromos gépjárművet. Ezt itt Magyarországon még kevésbé érzik el. Látjuk, hogy mindig egyre több elektromos autós jön el egy ilyen rendezvény. Ez mutatja, hogy Magyarországon szívvel szeretődik az ilyen gépjárműveknek a számára. De még közel sem éri el azt a mennyiséget, hogy azt a
arányt, mint amit például Londonban elértek. Londonban meglátogattunk egy utcai töltőállomást, és ott beszéltünk olyanokkal, akik maguk is elektromos autóval közlekednek. És ők azt mesélték el, és nagyon gyakran szinte ökölharcok fajuló vitákat vívnak egymással az elektromos autózók, hogy mindenki tölthessen. Sőt, mint ők azt mondták, hogy a Teslás is eljön, hogy a Teslának van egy olyan üzemfolyamatája, hogy a nagy bevásárlóközpontokban, mint mondjuk nálunk a West End vagy az Árkád, oda maga a Tesla létesít elektromos töltőpontokat. Viszont olyan elektromos töltőpontokat létesítenek, amelyek 150 kWh-val működnek, tehát hihetetlen nagy elektromos teljesítményt vesznek fel, és mivel ők oda telepítenek hálózatgyártás mellé, ennek az a következménye, hogy az épületnek a teljes elektromos szabad kapacitását lefoglalják, viszont mivel ezzel a 150 kW-os töltővel csak a Teslát lehet tölteni, ezért más elektromos autósok már nem jut infrastruktúrához az épületnek. Látható, hogy igazán célból fogjuk megalkotni a jegyvitányos tervet. Tehát ez részben egy ösztönző program, részben pedig egy szabályozó program lesz, amelyik az elektromos mobilitásnak a korai gyermekbetegségeit is elkerülni hivatott. És ennek a tervei gyakorlatilag elkészültek, kormányzati belső egyeztetők. Reméljük, hogy ezek nem sokára lezárulnak. Amikor ez a jóváhagyás megtörtént, akkor utána kezdődik az a munkának az ötletőkárja, mert a jegyvitányos tervben meghatározott jogszabálymódosításokat végre kell hajtanunk, egyszerűsítenünk kell a különböző eljárási rendeket, engedélyezési szabályokat, ki kell alakítanunk azokat az ösztönzőket, amivel az autósokat arra fogjuk ösztönözni, hogy cseréljék az elektromos gépjárműre, illetve létre kell hozni egy olyan országos infrastruktúrát, amelyik biztosítani fogja az elektromos autósoknak, hogy ne csak itt a Hungaroringen, mert Magyarország kb. 31-ben helyen, hanem gyakorlatilag az ország minden területén rendelkezésre álljanak elektromos autóhelyek, senkinek ne kell nagyon félni a közöttésnával, mint ahol legyen lehetőség észszerű távolságnak. Nagyon sok feladat áll elő, viszont ez a feladat az igazán nagy kihívás és egy örömteli munka. Nem csak azért, mert a környezetvédelem szempontjából az hogy lehetünk egy korszakváltásnak. 100 évvel ezelőtt majdnem mindenki róval járt, ma meg mindenki valamilyen jellemzően robbanó motorral közlekedik a minkatkozó helyére, és szerintem alig egy generáción belül ez most fog megváltozni, hogy az angol előrejelzések szerint 2040-ben az Angliában eladott valamennyi gépkocsi, az már elektromos, vagy elektromosan is tölthető gépjármű lesz. Tehát a mi életünk az, amikor egy nagyon fontos változás meg fog történni. És ennek egyébként szerintem mi és az egész mi Magyarország, magyar állampolgárok, autósok, és az egész világ ennek haszonélvezője lesz, mert el tudunk szakadni nagyobb mértékben környezetszennyező technológiáktól, a közlekedést, a mindennapjainkat, hogy fenntartatók és olcsó alapokra tudjuk helyezni. Tehát ez a közös küldetésünk is ennek egy nagyon fontos állomása, amiért itt vagyunk. Ezt ünnepeljük is, még egyszer nem szépen köszönöm, hogy meghívtak és hogy együtt lehet. Nagyon szépen köszönöm államtitkár úr szavait, és biztosíthatom a kormányt arról, hogy mi, mint a villanyautósok, a tömörítő civil egyesület, mindenben partnerek szeretnénk lenni, és nagyon-nagyon szívesen egészítjük ki azokat az előremutató gondolatokat, amelyek a kormány jedikányos tervében szerepelnek, abból a szempontból, ahogy mi immáron a jelenben villanyautóval élők látjuk, tapasztaljuk. Én azt gondolom, hogy
nagyon-nagyon sok hasonló rendezvényre lesz szükség, és nagyon sok hasonló rendezvényen fogunk mindnyájan egyre többen részt venni. Hogy miért pont itt, és mi a jelentősége ennek a Tampáján történő töltőoszlop átadásnak, leginkább az mondja el önöknek, aki a rendezvény részben házigazdája is, Gazsi Júliát kérném szépen meg, a Tampája Kft. Ügyvezetőjét, a Hungaroring ügyvezető helyettesét, hogy egy pár szóban mutassa be önöknek a helyszínt. Kívánok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó és a szakma képviselőit is. Miért pont Hungaroring? A Hungaroring, mint többségi állami vállalat, több szempontból is elkötelezett a baleset megelőzés és a közlekedés biztonság területén, amellett, hogy természetesen a tóversenyzés és a sportolókat fellegvára igenyünk. De a Tampája Kft-vel, mint említettem, a baleset megelőzés és emellett a környezettudatos tevékenységeinket is mindig hangsúlyozni szoktuk. Miért környezettudatos, hiszen nem csak balesetet tudunk megelőzni, hanem miért biztosan is figyelembe veszünk a képzéseink során, ehhez például az elektromos autók is hozzájárulhatnak. Aztán manapság nem kell hangsúlyozni, mert az előttem felszólalt is hangsúlyozni, hogy a fontos nemzetközi szempontból is, hogy az autók nem csak megfizetőinek is, ne csak baleset megelőzésében, hanem olyan gazdasági szempontok alapján is tudjuk üzemeltetni, amelyek a mindennapjainkat segítik. A Tampája és a Hungaroring továbbra is kutörő szeretnék mondani, és ami számunkra kimondottan nagy büszkeség, hogy Budapesttől keletre ez az első olyan töltőállomás, ami telepítésre került, és hát reményeink szerint is sok ilyen lesz az országban. Köszönöm szépen a figyelmet, a töltőállomás telepítésével kapcsolatos egyik legfontosabb feladatkör természetesen a történetben fő partner a Nissan vállalata magára. Kérjük szépen Magnis Péter kiigazgatónak, hogy egy pár szóval helyezze képen, hogy az összefüggés az elektromos autózás dinamikus fejlesztésével kapcsolatosan Magyarországon, illetőleg a töltőoszlopban, és remélhetőleg egy pár szót arról is szól, hogy mik a jövőbeli tervek a Nissan részéről. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök én is, hogy ennyi elektromos autót látok egy helyen. Sosem láttam ennyi elektromos autót. Bevallom, a sajátunkból sem egy helyen még. Úgyhogy nagy öröm számomra, mert talán a gyárban láttam. A Nissan hisz az elektromos autózásban. Talán legjobban a márkák közül, ezért évtizedek óta fejleszti az elektromos, tisztán elektromos autókat. És ezért első volt, aki egy tömeggyártású, alsó-középkategóriás, jól használható autót hozott a piacra, mert hitt a tömeges felhasználó igényekben. Aztán ezt az autót további autók követik, és bízunk abban, hogy ez még nem a sor vége, hogy most már furgonunk és kisbuszunk is van. Itt már díjnyertes autók állnak mellettünk. Egyébként a Leafből 160 ezer gépkocsit adtunk el a világban eddig. Ő egy az első olyan évautója a nemzetközi zsűri választása szerint, aki tisztán elektromosan hajtott évautója lett. Így a következő lépés logikus volt, hogy egy díjnyertes furgonunkkal ötvözzük ezt az elektromos hajtást, úgyhogy a mellette álló autó, ami kisbusz és furgon verzióban is van, az elektromos ENV 200, ez a következő termékünk, ezeket mind vezetni is fogják tudni, hogyha szeretnék a mai napon. Tehát hiszünk az elektromos autózásban, viszont hiába hozunk jobbnál jobb modelleket, és tudjuk, hogy mire van szükség, mert folyamatosan kutatjuk, vizsgáljuk az elektromos autózó emberek szokásait, azért a hálózat az egy elengedhetetlen dolog. Ezért nem véletlen, hogy a Jedlikányos program is az egyik fő feladatához tűzi ki a hálózatépítést. Jelenleg nagyon gyengén áll még a hazánk, de számítunk rá, hogy ez egyre gyorsabban és könnyebben fog javulni. Mi is teszünk ebben erőfeszítéseket, ez a negyedik olyan villámtöltő berendezés, ami Nissan együttműködésből, Nissan ajándékként került telepítésre. Nagyon örülünk ennek, és azt tudom ígérni, hogy csak a most előkészített további szerződések száma szerint legalább 6 további lesz a következő 2-3 hónapban telepítve, tehát egy jó 10-es számot el fogunk érni, ami a mi erőfeszítéseinket és partnereink segítségét illeti a Nissan részéről. Bízom benne, hogy az állami program hozzá fog ehhez tenni még jelentős számú villámtöltő berendezést. Nagyon fontos, és még egy gondolat csak, hogy ez nem összetévesztendő azokkal az oszlopokkal, amikben 220 volt van 16 vagy 32 amperen, és mellettük 4-8 órát állhat az autó, amíg feltölt.
ezek a berendezések 25 perc alatt tudnak egy lemerült autót 80% hatótávra tölteni, 50 kW-os töltési kapacitással szemben a 6,6-tal, ami az oszlopok, a többi 220 voltos oszlop képessége. Úgyhogy egy fontos feladat lesz majd, ha már egyre több ilyen oszlopunk van, ezeknek a hálózatba szervezése és a folyamatos fizetési rendszer üzemeltetése, ez mind előttünk áll, bárcsak ez lenne már a mai nap problémája, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Addig is én azt tudom csak mondani, köszönöm szépen a Hungaroringnek, ez egy szuper hely lesz. Itt biztos, hogy jelentős mértékben laknak olyan lakók környéken, akik bejárnak a városba, ingáznak, nagyon nagy teljesítmény futnak egy évben, mégis ezt rövid 20-30 kilométeres napi futásokkal teszik, tökéletes számukra ez az elektromos autó, és biztos, hogy nagyon sokat fognak látni ilyen autótulajdonosokat enni a töltőnél. Köszönjük a támogatást, a segítséget is, hogy a programban mellénk álltak, és átadom tovább a szót. Köszönöm szépen!